Szertartás vezetőként dolgozik Fertetics Andrea, aki táncot is tanít a pároknak, és dekoratőrként is tevékenykedik. Szerinte azért van ennyi mennyegző idén, mert már csak a táncos részét pótolják az esküvőknek, ugyanis azokat korábban valójában már megkötötték nagyon sok esküvő van, szinte minden hétvégén, tehát igazából az esküvői helyszínek nagyon nagy százaléka már teljesen telített ez a péntek, szombat, akár vasárnapi napokról is beszélhetünk, de beszélhetünk arról is, amikor hosszú hétvége van, és csütörtök az már ünnepnap, akár csütörtökön is vannak most már esküvők. A szakértő szerint legalább 3 millió forint szükséges egy kisebb egybekeléshez. Azonban, ha extrákra vágynak, és nagy násznéppel együtt szeretne ünnepelni a pár, akkor jóval mélyebbre kell nyúlni a zsebekben. Én azt mondom, hogy a minimál, tehát a legkisebb esküvők azok az a 40-50, de a 60 és a 90 fő talán az, ami a jellemző az esküvőkre most. Ez persze pénztárca függő, tehát azt gondolom, hogy a minimál esküvő az eredjel 3 millió forint körüli összeg, és onnét a csillágos ég. Egy esküvő megszervezéséhez általában egy évet érdemes számolni. Legfontosabb és legelső momentum, hogy a helyszínt és az időpontot fixálják le a párok. Azonban három-négy éve egyre többször előfordul, hogy a párok könnyelműen lemondják az esküvőt. Ezért ennél a helynél a foglalon kívül az esküvő előtt a teljes ár 50%-át ki kell fizetni a házasodni vágyóknak, hogy a párok meggondolva álljanak az oltár elé. Ez hát azért iktattuk Isten igazándiból be, mert itt előbb szó volt a Covid-ról, elmúlt időszakról, stb. De általában azt veszük észre, hogy a, a morál az afelé halad, hogy, hogy egyre több lakodom amiatt hiúsul meg, hogy a párok szétmennek. Úgyhogy mi ezt az építettük be a, a, kis rendszerünkbe, hogy a párok három hónap esküvőt gondolják, hát még egyszer mennyire szeretik egymást, és hogyha gyakorlatilag úgy döntenek, hogy ilyenkor akkor megvan a másik részlet is, és akkor utána már általában zöggenőmentes szokott lenne a lebonyolítás. Mindezek mellett vannak olyanok, akik minél előbb szeretnének egybekelni, azoknak sem kell csüggedni, hiszen Ódor szilárd szerint aki házasodni akar, az házasodni is fog. Egy-egy időpontot mindig el lehet csípni, ha valaki elég szemfüles. Isten igazán semmi probléma nincs, ezek a gyors esküvők szoktak egyébként a legjobb bulik lenni. Mi minden támogatást megadunk ehhez, ugye a kapcsolati rendszerünket átadjuk nekik egy -az egybe, tehát a, ha kellnek szolgáltatók, vőfét, szerelmester, fotós, videós, Isten igazán kettő órán belül meg tudunk neki egy, egy profilakodalmat szervezni. Nyilván a kompromisszunkat el kell fogadni, hogy amiket mi ajánlunk, azok jók legyenek nekik. A szakemberek szerint legjobb, ha meggondoltan vágunk bele a nagy nap megvalósításához, Akár gyors esküvőt szeretnénk, akár pedig hosszú tervezési időt szánunk rá, a lényeg, ha tehetjük, valóban csak egyszer mondjuk ki azt a bizonyos igent.